Reggeli, hát Dávid becsatol rá, Keeper jelentkezik a következő csodálatos farming szimulátor. 1 milliárd euró kihívásos része. Örülök, hogy itt vagytok. Amit szeretnénk nagyon kipróbálni, ugye legelőször, hogy mire elég a mostani T-150K-nak a 165 lóerője ezzel a vetővel. Ugye egyébként nagyon jól működik, gyönyör, imádom ezt a vetőt, nagyon jó, annyira jó, hogy ezt nagyon, én érzem, hogy ezeket, ez a modernizáció, ez mindenképp egy jó irányba fogja elmozdítani ezt a TS telepet. Most egyelőre a Tinka, a Kirovec ugye fullos, ugye 400 lóerő, gyakorlatilag én úgy érzem, hogy a Kirovec az egy ilyen, ezzel most, ezzel a felépítménnyel, ezzel, vagy felépítéssel jobban mondva, ezzel szerintem egy örök darab lesz a CS-be. Egyébként nem javítódott meg, legalább figyelj, megvettük, de a legnagyobb motort javították volna meg, vagy valami. Nem ezt akartam, hanem ugye a T-150K, megpróbáljuk, megnézzük, ez a 165 lóerője mire elég. Nagyon kíváncsi vagyok rá. De valószínű, hogy cserés lesz. Valószínű, hogy cserés lesz ő nagysága. És elég jó, el vagyunk keresztve. Modernizáció menjen. Jó, imádom egyébként. Nagyon tetsz, egy ilyen vetőnek is tudok örülni. Ez legalább annyit ér, mint egy erős gép, mert ugye gyorsan tudunk majd vele venni, de egyelőre tesztüzem van. Na. Kíváncsi leszek, hogy mit fog húzni. Igen, jó, igen, mindenképp csere. Nem tudja, 6-tal húzza. Beugratom a boltba. Beugratjuk a boltba, és akkor azt csináljuk. Na, ugye volt egy másik, várjátok, lehet, hogy ki kéne próbálnom egyébként, azon gondolkozok a rábát is, mert hogyha rába nem fogja vinni, az is nagy probléma. Ugye az 250 ló. Ez jó lenne, hogyha elvinné, annak tudnék örülni. Mert azt nem szívesen cserélném le, mert tök jó kis dinamikus, jó kis gép ez. Ha ez viszonylag értelmesen fogja vinni, akkor ez nem lesz cserés. Ugye 15... Öcsém, hogy rúgott, bassza! Láttátok? Hát igen, ez is 7-tel. Na, itt vannak bajok, látod? Jó, mondjuk várja. Próbáljuk meg, mondjam, megjavítom. Ó, 260 lóerő kell ugye ennek az eszköznek. Az a baj, hogy ez oké, hogy most ugye elhúzingáljuk, csak nem biztos, hogy az elég lesz majd egy dombnak fölfele is. Ja, annyit csinálok, hogy megjavítom, jó? Ó, nem azt kell mondani. Figyelj, mikor elindul, mit fog rúgni. 7-8. Jó, hát az izé... A rába az felejtős. Jó, a rába az felejtős. A rába felejtős, gyerekek, sajnos. Ő ezt a vetőt nem fogja tudni húzni. Hát ezt bánom! Bánom, gyerekek, nagyon bánom. Szegény rába, most ugye eléggé kiesett a fixisből. Selejtezés megy, gyerekek, selejtezés. Ó, te selejtezés. Viszont akkor meg kellene nézni, hogy őt azt hiszem, hogy nem tudom konfigurálni. Minimum kellene, ilyen 300 lóerő szerintem kéne nekünk azekhez a vetőkhöz. És 300 lóerőre szükségünk lenne.
Meg kell nézni, hogy 300 lóval és valami csodánk van-e. Ha írtátok, hogy az a másik rába, ugye a 250-es nem jól működik sajnos. Konfiguráció. Ez azt mondja, hogy ez ugye nem nagyon ért semmit. Kerék. Jó, semmi. Egyébként semmi. Jó, oké. Fú, várjál, meg kell néznem, akkor miből tudunk válogatni. Hát most ez ilyen. Nagy traktorok, jó? Nézzünk körül nagy traktorok ügyébe. Egyébként szinte bármit már meg tudnánk venni, gyerekek. 300-400 lóerős üzeiket, dögöket. 380 lóerőket, ilyeneket. 460 lóerőket. Viszont ez a körülvegyzet, ezt... Ja, ezt írtátok, hogy ezzel vigyázzak, mert ez... De várj, a rába 300. A rába 300-as! Az 280 ló. Chiptuninggal 300. Gyerekek, mennyit költünk rá? 130 ezer. 130 ezer. Figyeljetek, ezt mindenképpen vissza fogom téríteni a szaramod, jó? Ezt úgy ne felejtsük el, jó? Oké? A szaramod visszatérítem. 130 ezer, oké? Okay? Hogyha nem jó a mod, mindenképp visszatérítés lesz. 130 ezer, nem, 140, de mi? Miért 144.400? Nézd oda! Jöjjöcsém. Egyébként még mindig nem tudom, hogy hány darabot gyártottak a Rába 300-ba. Igen, a 250-esre írtátok, hogy az ugyanaz a gyakorlatilag modpakban való mód, amelyik ugye a 180-as, tehát ilyen nem jól működik, úgyhogy azzal vigyázzak. Viszont ez a 300-as, ez eléggé masszív dögnek tűnik. Én mindjárt kiderül, mert rám viszem ugye a kultivált területre, hogyha nem lesz ott szlipje. Egyébként 28% motorterhelésre szépen elketyegünk. 300 lóerő, mennyi? 320 lóerőnk van most. De meg bőven elégnek kellene lennie. Nézzük egy belső, de jól néz ki. Ez milyen, meg milyen modern, van benne még ilyen egyszerű kijelző, és az valami nagyon felújított. Ott a motor. Na gyerekek, ugye 18-ra kell húzni ezt a vetőt, ne felejtsük el. A Rába 300. A dinamikus, tök jó gép, tetszik. Hogy morajlik, úristen. Na. Héttel, 8-a. Istenem, de miért? Jó, eladom, és akkor 144 ezeret összesen vissza kell érnem, ugye annyi volt a mínuszom. Van valami kimutatás elvileg, nem? Valami statisztikának kellene lennie, hol van? Mennyi volt? Fú, te Isten, új járművek. Aztán, hol írja bazza? De hol van most? Ma? Kétszer, de csütörtök, ma? Na itt van. Ja, csak egybe írja. 144 ezer volt, ha jól emlékszem. Jó, akkor... Aj, de úgy utálom ezt, hallod? Meg akkor hozzá kell írnom még már 97 ezer, meg 44, meg 44, meg 3, 47 ezeret.
még 44 ezeret hozzá kell, vagy 47 ezeret. Csak érted, most ezzel szívom ember. Na, még akkor nagy traktorok. Ugye, ja, hát akkor igazából kifújt. Úgyhogy akkor kifújt, közepes traktoroknál nézzük meg, hát ha bekerül valami csoda. Igen, ezt vettük meg. Ugye ez eléggé hülyén működik. Ez nem működött jól. 170 illóra nincs valami esetleg. Lehet, hogy érdemes megnézni, hogy valamiben esetleg ugye nagyobb motor nincsen. Vagy jó GD is egyébként tök jó lenne. Motorbeállítás. Mi a nyíl? 146 lóerő, mondjuk hozzá megint nem megyünk se. Fiatalgri gyerekek, a végén még a fiatalgri lesz. Motorbeállítás. 180 ló. De érdekes, nem változik. Nem változott. Motorbeállítás, látod is. Csak annyi, hogy hogyan. Honnan szív. Végén még idő lesz, gyerekek, valami nem modolt, komolyan mondom. Majd váltunk ki erre. Háromszázötvenkét lóerő. Na. Nem tudom, gondolkozok nagyon. Ezek iszonyatosan drága gépek már, ugye? Késznél esetleg motorbeállítás. 313 lóerő. Azt érdemes megnézni, ugye, hogy miket lehet berakni. T7. 313 lóerő. Steyr. Dots. Opa. 336 lóerő. Fent. 396 lóerő ez a fent. És így lenne, mennyibe kerülne? 317 ezer. Gyerekek, 317 ezerbe fájna. Jó, de még valamit akartam, hogy ugye ebbe tudunk-e? ¿240 lóerő? Ez nem fogja elhúzni, mondjuk nem biztos. Megpróbáljuk. Nézzük meg azért a kerék. Kerékbeállítás. Nincs kerékbeállítás. Hát. Hát nem tudom, gyerekek, 240 lóerő elhúzva, 27 ezerért mondjuk megpróbálhatnánk. Mondjuk a 250 az nem húzta, akkor valószínűleg itt se fogja elhúzni. Hát ez ilyen teszt jellegű lesz. Aztán nem biztos ám, hogy nem. Megnézzük gyerekek, hogy az a 240 lóerő, az mennyire 240 lóerő. Az a baj, ugye minden mód máshogy is... Úristen, 43-mal megyünk? Jézus Isten! Azt a betyár, ez nagyon durván megy. És egyből a fönt is van 240, vagy 43. Na kíváncsi vagyok, megpróbáljuk még ezt. Bízunk abban, hogy dupla kerék, meg minden. Az a baj, hogy a slipje is nagyon nagy volt, ugye
Rábának, a 250-es Rábának, azért se úszta normálisan. Ugye megnézzük őt. Jó lenne, hogyha jól működne, mert igazából kéne legalább kettő nagy traktor. Sőt, három nagy traktor kellene, csak most már igazából mi lenne jobb. Egyébként is sokkal jobban működik, mint az előző. Na gyerekek, adja neki. Jó, hát ez mondjuk 10-zel elhoz ingálja. Hát ez jobb, mint a Rába. Jó van gyerekek, ő marad, oké? Ő marad. Akkor ő marad. Ő marad. Őt eladjuk. Amúgy is elég érdekes sem viselkedő mód volt, meg ennek a közelében egyébként akar a játék. Figyeljétek, eladom, és mindjárt nem akad. Érdekes. Jó. Ő marad, akkor az nekünk jó. Ugye? Figyelj, 11 elhúzingálja, nem olyan rossz ez. El vagyunk bele, meg elég dinamikus, 43-mal megy, jó néz ki, jó. 10, igaz, hogy nem a legtöbb, de azért a semminél jobb. Mindenképp kell vennünk az egy nagy traktort a végén még. Az lesz a meglátásunk. Mennyink van? 433 ezrünk. Ja, mindenképp kell egy vető még. Azt mindenképp be kell szereznem, úgyhogy az kell. Hát sajnos a 250-es Rába az elég kuka, viszont a kilovetsz nagyon jó. A végén még mindjárt veszek még egy kilót, esküszöm. Nagyon gondolkozok rajta, hogy veszünk még egy kilót, az olcsó, és akkor azzal még megúszom úgy nagyjából a dolgokat. Egyébként az egyébnél nincs valami traktor, vagy valami, néha bepakolja, de nem. Nincs. Komolyan mondom, megveszem mindjárt még egy kilót. Lehet, hogy még egy kilóval elbóckodunk, és akkor megveszünk. Lehet, hogy nyomunk egy piros kilót. Vagy egy narancssárga? Jaj, ne a narancssárga, nagyon csúnya. Feketét, mi gyerekek? Veszünk egy piros kilót. Felni szín. Legyen fekete kerekekkel. Jó, ez nagyon betegő néz ki, gyerekek. Jó, az front grill, és legyen fekete, ez ilyen morci. És akkor annyit csináljunk, figyeljetek, egy cage-et rakjunk rá. Ez ilyen egy Mad Max verzió az, gyerekek. Safety cage. Melyik cage lenne jó rá? Ez jó, ez tetszik. Mondjuk az a cage is. Nem ez az? Nem. De ez. Ez is lehetne fekete. Na, hát ez ugye elég beteg. És a motorbájtás, ő is kapja meg akkor a 400 lovat. 98 ezerbe fáj, úgyhogy annyira nem olcsó, mint annyira gondoljuk. És akkor kapjon ő is egy vetőt. Ugye, 5, 104, ilyeneket szórunk el, gyerekek, mekkora pénzeket szórunk, halljátok. Belegondoltok, azért nagyon durván nyomjuk. Jó, semmi gond, egyébként valószínűleg nem fogja jól lehúzni a célét. De, ugye, nézzük, még keresztben nem tudom megindítani. Gyerekek, én érzem, hogy itt azért lesznek komolyok. Gyerekek, ez jó néz ki. Ez ilyen, kicsit ilyen vadóc. A piros kiró. Hát mondjuk piros kirót még nagyon nem láttam, de hát meg akarom őket különböztetni. Szeretem, hogyha itt van piros kiró, van másik kiró. Ja, most egyelőre, akkor ahogy javasoltátok, gazdasági fejlődés téma van. A gazdaság maximális hatékonyságra kapcsol. Kéne magot vennem meg mindent, mert még a bőven kell. Teljesen jó, szerintem. 3, 4, 5, 6. Te máma, nem kéne még sorskártyának lennie? De kellene, bazza. Kellene sorskártyának is lennie, úgyhogy mindjárt húzunk egy sorskártyát, csak akkor annyit csinálja az emberke, hogy még kell itt bőven ilyen, úgyhogy ez...
trágya megvan, mag kellene ez a kettő, meg ez jó is lesz nekünk. Esetleg töltenéd? Néha nem tölti. Nem értem, hogy miért nem tölti őket. Olyan messze nem vagyunk tőle, nem? Nem jövök rá. Azért ez elég nagy javulás szerintem. Egyébként a Rábát ezt el is adhatnám. Ugye a Rábát azt drágán vettük, nem is tudom mennyiért, 70 ezerért? És azt beszéltük, hogy ha véletlen eladom, akkor ugye ugyanannyiért adjuk el. Jó, megtartom a Rábát egyelőre. A 250-es Rábát, bár nem tudom, hogy a telepen mi haszna lesz. Jó, megtartom, mert mit tudom én húzingálni valamit, vagy ilyesmi jó lesz arra. Oké. Okay. Elvileg pont tele van. Jó lesz ez a kiló. Ezek olyan erősek egyébként így. De nem olyan erősek, mint a NPC autók, annál erősebb nincs. Ezt mondjuk nem szeretik a kormány. Egyik oldalról a másikra át. A kormányzás az olyan lassú náluk. Egyszerű, tök jó. El is indultam, el is indítom. És lehet, hogy sorskártyázni kéne. El is indítja a képről. De jó, mert ugye ezekkel a vetőkkel nem kell kultiválnom, úgyhogy ez hatalmasan nagyon szuper dolog. Tök jó néz ki, fekete kerék, fekete, ugye fekete gumi, fekete felni, ez tök állat. Oh, oh, nem Buda, nem Buda! Szója! Ez viszont 18-szor angya van ingyen. Tő, jó néz ki ez a kerék, nagyon jól néz neki. Oké. Csináld csak, nem zavarlak, bocsánat. Viszont akkor a másik kirót... Az vissza kéne állítani. És akkor még egy ilyen vetőt vesz a keeper. És szerintem akkor azzal azért el leszek egy darabig, ugye? Mondjátok, hogy ez már azért megnyugodhat a keeper, nem kell többet elverni a pénzt most hirtelen. Hát ennek 270 lóerőkkel, csak nagyon nem... Az épp, hogy annyira ki van számolva. Mert ugye... Sajnos... Sajnos benne ez a real mód, ugye, és sokkal jobban csúsznak a gépek, meg minden probléma van velük, emiatt ugye sokkal élethűbbek, emiatt az eszközöknek is egy picivel nagyobb kell. Mert ugye dobnak fölfel, elkezd kaparni, csúszni, meg ugye kultivál. Egyébként elmondom nektek, hogy lehet, hogy gyorsabban fogja húzni az a T150K, meg a rába is gyorsabban húzza majd, mert ugye nem kell kultizni, és ez emiatt nem kultivált területen mész, hanem tarlón majd. És ugye tarlón sokkal gyorsabban mozognak a gépekre a módnak köszönhetően. Meg tök nagy tartályaink vannak, meg jó bírják. Gyerekek, van amit mag bőven. Na oké, srácok, nagyon jó. Csak ugye közben össze kéne szednem már a szalmát is. Miért azt megcsináltam? Azt meg, ugye? Le van trágyázva egyszer a szalmás területünk. Jó, két kiló, egy T150K. Tök jó. Meg van egy Rava 250-esünk. Viszont ez a T150K, meg a kirók azok ilyen extra modernek. Szét vannak húzva, mind az állat. Tök jók. Úgy érzem, hogy azért ez nem a legrosszabb, amit így sikerült összehozni ide. Lehet, hogy ezt a földet még, vagy azt a fát még onnan kicsapom mindjárt. Ó, hát azért most már figyelj, belegondoltok, hol kezdtük, ezt mindig így elmondom, hogy hol kezdtük.
Kézzel szedtek a krumplit 50 résszel ezelőtt. Összesen volt 300 eurón. Ha? Minket a fákat kicsapom minden. Ne, mi, se zavarja semmi eleke. Az ott, az, az, meg itt ezeket. Ezek ne legyenek itt. Ugye így, hogyha ki csettintem őket, akkor nem kapok érte semmi pénzt, szóval ne ijedjetek. 108 000-re lementünk. Jó. Várjátok, végig megyek azok a gépeken, amiket most vettünk. Mindjárt pillanat. Jó, ez 11-el húzza. Oké, nem olyan rossz, nem olyan rossz. Egyébként viszont ez baró jó ez a, ez a mód. A másik az egy kaki volt ehhez képest, ez tényleg jó. Ez a rettentő igényes, már mióta mondtátok, mi? Viszont ez meg 17-te. Hát igen, a végén azon még mindig szarakodnak, de nem baj, majd megoldjuk azokat. Jó, össze kell... Figyeljetek, viszont nem is baj, hogy megmaradt a rábánk. Mert azzal tudjuk húzni a hamstert. Jó van a rába, nincs is semmi baj ezzel, nem akarom kidobni. A hamster talángatja, gyerekek. Vegan. Egyszer rátolatunk. Menjünk, barátom, menjünk! Neked is azért adunk egy kis munkát. Mennyibe megy a szalma? Közben itt már minden történt. Ez az 43, az pont ideál. Pont ideál. Fúristen, milyen munka. Halljátok, komolyan mondom, kezd. Igen, kicsit meg akarom tartani egyébként ezt az arany középutat, hogy, hogy modern is legyen a gazdaság, modernizálódjon. De... De azért itt vannak ezek az autentikus gépek, a legnagyobbak, amik léteznek most, ugye? Nagyon jó. Sajnálom egy kicsit, a Rava 300-as nem volt a tökéletes. Jó, azt ugye visszalapátoltam azt a pénzfogamnak. Azt előre ugye le is szögeztem, hogyha nem lesz jó, akkor visszafogom. Hát bocs érte, de ezt, ezt szerintem muszáj volt meglépni. Na gyerekek, akkor szedjünk egy kis szalmát. De lehet, hogy egy gyorsan egy sorskártyahúzást megcsinálunk, nem? Srácok, páratlan. Jaj, de jó. Itt van még egyébként az előző. Jaj. Na csapjuk neki. Hát, öcsém. Nyertél 10 narvonkanna alapanyagot, és látjátok, itt vannak a régi, mi a nevék, sorskártyák, szóval nem nincs se semmi komó, meg nem módosítgatom. 10 narvonkanna üzemanyag, gyerekek. Az jó, azt mindjárt oda. Mi behúzzuk magunknak, oda nézzetek, és mindjárt összeérnek a vetések. De jók vagyunk, de jók vagyunk. Azért ez a vetőgépek, ezek extrém gyorsan dolgoznak, mi? De nem mindegy. Az viszont az a szerencsétlen, várjál már, azt hadd nézzem meg magamnak azt a csávot, mert az ott bele van. Hát, jó, 11-el húzingálja. Egyébként a slipje sem nem nagy, látod? Hanem egyszerűen nincs motor teljesítmény. A dupla kerék az lehet, hogy számít valamit. Az lehet, hogy számít valamit. Mert nem nagy slipje van. Ezek meg futnak vele, ezek a kirovecek. Egyébként baromra örülök. Ugye, majd el fogom rakni őket erre, csak a szalmát össze kellene szedni. Azt a tök jó! Tök jó! 10 marmonkarna üzemanyag, gyerek, ne felejtsük el! Igazából az ilyen semmi lóvé, de hát azért jó van, hadd legyen. Hát ez nagyon adja. És figyeljetek, ilyen 79%-on, meg 90%-on vannak, szóval jó, mert tök nagy tartályaik vannak, ez kellett nekem, nem kellettek ezek a izék, ezek a vagy működő, vagy nem működő, azok a GD, meg ilyen tök olcsók. Igaz, hogy ez, gyerekek, mennyit költöttünk, mi? Azt a betyár, hogy 400 000-et elvettünk ma. Ugye? Jó, eladtuk mondjuk, vagyis már mint ma, úgy értem, hogy ma, tényleg ma, tényleg ma. Hú, az meg mindjárt jön vissza. Az a Kiro.
Aztán akkor, jaj, de jó, és akkor nem kell kultiválnom, hanem akkor már azt megúsztuk. Aj, annak örülök, rettentő lassú volt ez a folyamat. De meg lassan összeérnek, az lehúzza azt, a T150K akkor összeért ezzel, ez lehúzza azt, akkor összeért azzal. Tehát azokat rakhatnám odébb, mert jaj, csak nem, össze kéne szedni a szalmát. Ó, tök jók. Egyébként jók vagyunk. Ezzel a vetéssel baromi sokat nyertem ám. Vetés, kultiválás egybe, meg még sokkal szélesebb. Összesen most 93-27 métert és munkaszélességgel dolgozunk. Vetésnél, kultiválásnál. Konkrétan. Jó, ott nincsen letrágyazva a közepe, nem baj. Jó. Á, nagyon jó vagyok. Hát gyerekek, ilyen idő alatt, ilyen, szerintem ilyen 20 perc alatt az egészet bevetik így. Mármint az összeszántottat. Ha normálisan el vannak ragva, meg nem kell itt várogatni nekik. Mindjárt visszakállom az izét, visszak a szómát eladni, aztán gyorsak leszünk, mint az állat. Ezek közben meg már végeznek. Az ott húzza le, az ott húzza le. A T150K mindjárt végez, a piros kiró mindjárt végez. És már csak a sárga kiróval, én már válsén kell futnom bele, bazza. Jaj, de gyerekek, komolyan mondom, nagyon jó az a test. Jön a pénz, jön a pénz, jön a pénz. A gyugok most ugye nem termelnek, mivel ugye most dolgozunk. És nem is célunk az, hogy mi itt folyamatosan olyan időpörgetéssel itt marináljunk, hanem szépen, okosan csináljuk a dolgokat. Úúúú, gyerekek, meg van röttyenve. Nem tudok kimenni már a főcélére sem, mert itt már össze vagyunk szállandva. Az meg ott végzett, úgy érzékeli, nem baj, gyerekek, úgyis most egy kicsit jó, végzett az is, az is. Az öttem megy, mit csinál? Itt fönn. Nem, visszafordul az. Jó, 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 jó. Ez viszont remélem végez. De jó, hogy tiszta az, itt a vége, figyeld. Marja. Az végezzen is, meg ezt a fát még kicsapom. Ezeket a fákat, ha látjuk, hogy csapjuk már ki. Olyan idegesítőek. Most meg már csak egyedül van itt, most meg főleg idegesítő. Oké, okay. Ezt hadd csinálja. Mi meg menjünk ma. Ez remélem nem tolod vissza teljesen. Meddig tolodsz, barátom? Jó, akkor most álljál meg egy picit. Ez a visszatolatás mániájuk. Úristen, milyen nagyon dinamikus lett ez a kiló. Ez ilyen extrém gyors lett. Jó, ezzel meg el kell vinnünk. Bár lehet, hogy nem ezzel viszem, az olyan rettentő lassú. Lehet, hogy ezt a T150K-t, hogy ízlelgessük. Ízlelgessük azt a T150K-t. Ez meg álljon meg itt, aztán jó van. Ezt ízlelgetni akarom, ez olyan szép ez a jármű, főleg ebbe a színbe olyan tök jó, tök tetszik. Áj, nagyon jó lett ez a gép. Ez olyan nagyon adja kategória. Nagyon jó. Meg egyből indul, nem tököl. Eszméletlen dinamikus, oda nézzem. Pedig ez ugye 240 lóerő. A rábánk az csak 2, az meg 250. Szerintem ez... Ó, hát ez sokkal durvább. Ez bazeg, úgy indult el most, hogy pörögtek a kerekek, mint a disztó. Ez valahogy olyan... Jobban érzem, hogy ez jobb. Á, ez nagyon jó, ez kedvenc gép lesz, ez nagyon kedvenc lesz. Ezt most érzem, nagyon fordulékony, nagyon kis fürge. Benne van a lehető legnagyobb motor. Ez egy olyan gép lett. 39 a gyerekek, azt a betyá, ugratni fogunk. Ez nagyon olyan gép lett. Örülök a vetőknek, ennek a gépnek nagyon, végre lett cserélve ugye, nem lett olyan, nem az lett, ami... Nem az a rém, meg az lagoltatott, mert most már nincs az az őrült lag, amikor a ködelébe vagyunk annak. Jé! Jézus Úristen! Hallod, ezt ki, nem tudtad kivédeni? Mi átúszolok?
Ezt nem tudtam kivédeni, mert gyakorlatilag neki repültem. Nyomunk egy kis belsőt, gyönyörű egyébként a belseje is. Ja, nagyon, ez nagyon adja a gyerekek. Ez 43 a vége. Te Aldor, ez kontrollálatlan. Ez egy ördög ez a gép. Ez maga a sátán. Ez nagyon jó. Tetszik, nagyon, nagyon szép. Na nézzük, mi folyik itt Gyöngyösön. Igen. Ő meg igen. Igen, és megint ezt csinálja? Ne. Jó, megfordul, oké. Okay. Ja, a földszéleit majd le kell húzingálni, azt akkor jó lesz. Ugye itt az a sok kő, meg minden se tudott tüntetni, szóval nem a legbarátibb. Szóval elég le van egyszer trágyázva. Ja, jó is. Jó lesz? Miért nem mutatja, hogy kétszer van trágyázva ez? Pedig az MTZ-ben egyszer azt letrágyáztam, ugye? Ez miért nem... Ja, aha, nem értem. Ez nem működik így trágyázva? Ezt letrágyáztam az MTZ-vel egyszer, hát mutatja, hogy megtrágyázott egyszer. Ja, mert ez nem számít egy darab munkafolyamatnak. Mármint ez ugye... Nem lett meg a kultiválás, és így ez a trágya, ez nem megy bele. Látod? Ez a trágya... Ez... Hiába mész végig rajt, nem megy bele, mert gyakorlatilag le van trágyázva egyszer, és ugyanabban a munkafolyamatban érzékeli, és nem megy bele. Tehát akkor ez a trágyázást máshogy kell csinálni. Ezt úgy kell csinálnom, hogy egyszer megcsináljuk egy a géppel, és utána kell egyet trágyázni. Egyet kell trágyázni a műtrágyázóval konkrétan. Jó, ezt jó tudni, mert ez egy kicsit olyan... Érdekes volt. Gyerekek, már mindenhol jön a lóvé! Ez megint 121 ezerünk van, te Jézus Isten! Nem tudom követni. Minden onnan a lóvé jön. Ez meg olyan szép ez a gép, ezekkel a tipikus ilyen, nem is tudom milyen színű, ezek hús színű felnikkel, azt a betyár. És olyan dinamikus, elmondom neked, extrém jó, de nagyon-nagyon sokat eszik. Nézd már meg, hogy ez abálja az üzemanyagot. Jé-dik. Ez egy... Ja. Hozzá kell szoknunk a gyorsabb gépekhez, gyerekek. Vannak be, jó? Fasz. Hát ezt nem bántam meg, hogy megvettem, gyerekek. Jó. Oké. Okay. Jó van. Gyorsan szedjük a szalmát. Hát azért. Azért nagyon kajak ez az egész. A V8, benne van ebben azért a V8. V8 a pokolba is... Úristen! Hallod, ez nagyon durva, hogy ugrált. Ez annyira durva, hogy megy. Pazza, ez még ma itt a szalmánkat nyesi majdnem. De gyorsan szedjük a szalmát, akkor ezzel szedem, mert... Visszafordul, ne? Ez ma fordul vissza. Á! Hallod? Ez durva, mert olyan gyorsan ugye vetnek ma, hogy gyakorlatilag nem tudjuk összeszedni a szalmát. Az meg pénz, az meg nehogy már kutyuk. Jó, összeszedem a szalmát. Ez nem érdemes. Mindenképpen akkor kell vettetni, amikor már ezt letudtad. Utána végig kell futtatni még egyszer a műtrágyázóval. Szóval igen, mivel ugye nem kultizunk, hanem egyből vetünk bele, olyan, mintha egyből trágyázna a trágyázott földet, úgy veszi, és emiatt hiába trágyázol előre a tarlót, mert nem veszi be még egyszer a másodikat. Na jó, nem olyan nagy gond, szóval nincs semmi gond ezzel. Egyébként ennek lehet, hogy jó lenne a kiró, lehet, hogy cserélünk egy kiróra. Hogyha visszaérek a piros kiróra, azzal mégiscsak gyorsabban tudnám ezt csinálni. Mert oké, hogy ez dinamikus, meg erős, meg minden, de azért ez a kotla, ez megfogja.
Nézzétek, főleg dobnak fölfele 9. Tizenkettő, mindjárt megindulunk, dobnak lefele. Jó, nagy ez a fődecsém. Hát a babot learatom, szerintem lesz itt lóvé. Abból megint egy csomó, meg közben megint lesz a tojásból lóvé. Utána megint szerintem búzázunk egyet. Legyen extrém sok búza, lehet, hogy veszünk silóbővítést. Silóbővítés nem lenne hülyeség. Mondjuk a mellettem lévő föld se lenne hülyeség. Most azért most kicsit jobban érzem magam. Egyébként kettő nagy kombány se lenne hülyeség, vagy legalább egy nagy kombány. Az se lenne egy rossz dolog. Hát nem megyünk erre, ezt itt leszedem. Így, ezt leakasztjuk. A kiró másik oldalt. Ez is marad itt. Most egyelőre ugye, most mivel itt nem ezt akartuk. Egyelőre ugye mivel sajnos, sajnos vagy nem sajnos, itten megpróbáltuk a vetést. Mondjuk egy kicsit azért rohadt gyorsan történik most már. Fia, 38-szal hallod megy, mint az őrült töcsém. Hogy megy ez? Ez olyan 400 lóerő, 400 lóerő, mi? Á, ez nagyon beteg. Ja, emiatt ugye nem tudtuk összeszedni sajnos a szalmát, és van egy kis... van egy kis delay most az egész művelet sorba. Ezután kicsit máshogy kell majd ezt tervezni. Túl gyorsan történnek az események, az igazság. Na, ez szerintem egyébként ez jó lesz. Ez a kiró, ez jó fog ezzel bánni. Igen, ez is egy 18 km per órával húzható eszköz. De azért mégse izéje, mégse 9-e. Ugye nekiugrunk ennek a romnak, megnézzük, mi fog történni. Tizennyolc domnak fölfele, 17. Ja, hát itt a T-150K azért majd jönne. Jó, hát ezzel a gyorsabb, meg a gyorsabban is el fogjuk vinni. Jó lesz a gyerekek, tetszenek ezek a gépek. Aztán utána majd fogunk még hát nagy gépeket fogunk most már, kis gépeket nagyon nem. Még moderneket. Ezt a szalmát el kéne adnom. Nem tudom, azon gondolkozok, hogy mit vegyek. Valószínűleg, hogy ennek a résznek a végén még egy kombány be fog ugrani. Nem tudom, mennyi ment el ebből a részből. Még egy kombányt azért, valami van egy modernet. Bár nagyon tetszenek azok a klasszok, csak nagyon nem. Nem nagyon éri meg, nem? Nem tudom. Nem tudom, gyerekek, nem tudom. Bár aztán a lóerő lehet, hogy meg lenne, hogy a nagyobb, nagy vágóasztalt, valami nem modolt vágóasztalt fölcseptintek rá, érted? Aztán akkor mindjárt egy kicsit olyan hatékonyabbak is, de mégis kicsit autentikusabbak. Azért itt meg az lesz a nagyon kínos ezt learatni. Azért kettő domna nem akarnék nekiállni ennek valahogy. Úgyhogy valószínűleg, hogy mindenképp az aratásig a két dont azt le kéne cserélni. Hát én ennek nem akarok donnal nekiállni kettő, az a két pici donnal. Itt valami megint, valami extrém reformációra lenne szükség. Reformátusok vagyunk, gyerekek, reformátusok. Olaj, van itt minden, gyerekek, kanna, annyi pedál van, mint az istennyira. Jó, az jó lenne, kiérnénk a végére, nem fogunk. Pont nem fogunk, lesz még 2 méter. Na több. Nos, kocok. Akkor menjünk, amennyire bírunk. 38-a, ez is tud menni. Hát ezek, ja, ezek a nagy motoros dögök, elég jó, repegetnek. Ezzel is ugrassunk egyet? Ez sokkal nehezebben szeri át, úgyhogy jobban kell figyelni. Kormányzása egy kicsit lassabb. Igen, egy kicsit ideleg.
megpróbálunk ugrani, csak jó, rá kéne találni. Puhú, kirov egyszer ugratni, tök jó. Ja, 38, azért 400 lóerő, az 400 lóerő, gyerekek. Azért ez a bukókeretnek tök állat rajt. Valahogy nem akarom mindig ugyanolyan színűre festeni a gépeimet, ezt azért ez most ilyen piros lett. Nagyon nem fogja meg semmi ezt. Csak a kriptonit tábla az megfogná. Az a durva, hogy nálunk az alában tényleg nincsenek kirovecek. Mindig Ferike küldözgeti a képet, hogy az Alföldön lakik, hogy néma a kirovec, néma a kirovec. Mondom, az életemben nem láttam még kirovecet. Nálunk abszolút nincsenek. Ja, jó van. Nem ma a föld, nem? Most megnézitek. Jó, hogy tudom, ez a 41-esben egy ekkora helyet foglalna. Hogy a fél 41-es, de azért nem kicsi. Csináltunk ide egy marha nagy földet. Meg viszonylag elég szögletes is. Ó, pörög a lóvé, pörög a lóvé. Meg kell nézni. Figyeljetek, összeszedem még azt a... Elhozok még egy adagot, azt nézzünk egy jó nagy kombányt. Gyorsan, 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 gyorsan. 13 000. 134 000, azt valóra ekötöttünk, hogy 500 000 ma. Most az utóbbi két részben. Honnan indultunk, az mindig, nekem az a durva, az olyan jó, hogy nem úgy indultunk, ugye, hogy default van 500 000-unk, aztán veszünk mindenféle nagygépet, meg nagy komb, már egyből ugye gyakorlatilag meg tudod venni szinte a legnagyobb kombányt, amit akarsz, mi volt az alag. Hanem tényleg ilyen 300 euróval, ez nekem nagyon-nagyon nagy öröm. Nagy öröm, hogy a semmiből sikerült elindulva eddig eljutnunk. Ez már nekem egy fél siker, hogy gyakorlatilag nem adjuk fel, csináljuk. Előre megyünk, nem hátra. Kivéve a tolatunk. Ez nem ugrik olyan nagyot egyébként, hanem inkább így berúgózik a nagy gumik. Nagy oldalfal magasságú, vagy oldalfal magasságú gumik, vagy nagy magasságú oldalfallal rendelkező gumik, vagy nagy gumik oldal magassággal. Na, még egy adagot gyorsan lehozunk. És ugye, valószínűleg nem árulok el nagy titkot, hogy ezután már nem fogjuk eladni a szalmát, hanem fogjuk gyűjteni olyan dolgokat. Hú-hú. Egyébként talán, akartam mutatni még valamit, gyerekek. Akarok mutatni, nagyon gyorsan, jó? Bocs. Modok között, ezt elfelejtettem, ezt mutatni, hoztam nektek egy olyan csodát, hallott, beszartok. Egyébként ugye szalmát tudod ilyen szénapadlásba tárolni, ugye ez nem modolt például, de van benne nekem modolt is, amelyik ugye 250 ezeret lehet elrakni benne, meg azt hiszem, hogy talán van még nagyobb is, lehet, hogy nem, de 250 ezeret. De nézd, mit hoztam, Mixing Station, ezt meg is tudom mutatni, mert van egy pénzek, ez egy ilyen extrém nagy cucc, az arra jó, hogy ugye a szilást, a szénát, meg a... mi kell hozzá még? A széna, meg a szalmát össze tudod keverni, és ugye tudsz így állatoknak keverni, tehát nem kell ilyen picibe csinálnod, mivel ugye mi nagyba akarjuk csinálni, igaz, hogy drága, 120 ezerbe kerül, de legalább tudjuk nagyba nyomni, mivel ugye tényleg azt akarjuk, hogy a mellette lévő földet, az a nagy dög, ami ott van, azt valahogy úgy kéne megvenni megint, hogy legyen rajt termés, learatjuk, utána meg belakjuk az egészet marháknak. Jaj, már nagyon várom, nagyon várom. Hallod, várni kell a vetőknek, mert annyira gyorsak. Ez nagyon durva. Hát itt olyan pénzeket tudunk termelni rövidesen, mert tényleg, úristen. Jó kis 9 méteres vetők, minden. Ugye ez nem a mi területünk itt mögötte, az a szar, hogy sajnos nem szögletes ez a terület. Amint a fákat hiába vágom ki, azt nem tudom beszántani. Meg ugye ilyen vadászles, meg ilyen hülyeségek, meg a köveket el sem tudom tüntetni. Csak hogyha ugye ilyen morpeditorkodunk, de hát nem az a célom. Isten, mekkora föld ez, gyerekek, ebből mennyi pénz jön le? De szerintem 200 ezer szója biztos, hogy lejön. Elhiszitek? Hát ebből biztos, hogy 200 ezer lejön. Bab.
az hozzi el. 200 000 és kapásból akkor nem csak hogy a tojás hozza, hanem akkor már ilyen horribilis mennyiségeket keresel a vizeivel is az aratással. Jaj, nagyon izgatott vagyok. Tájjen mász, vigyük el. Mert akarok venni kombányt. Nagyon brutál, milyen durván, ugye egyre gyorsabb, gyorsul az üteme a haladásnak, mert ugye sokan jöttetek az, nem nagyon halad, meg meg olyan lassan halad, de ugye ez egyre gyorsul, egyre brutálisabban gyorsul, minél nagyobb gépeink vannak, annál gyorsabban termelsz, minél több állatunk van, annál gyorsabban termelünk, ez ilyen tök brutál beindul. És tényleg annak nagyon örülök, hogy ilyen nagyon minimál cuccal kezdtük. Kézzel krumpliszedő, meg ilyen, meg kézzel lapáttal raktuk a krumplit, meg vödörrel. Ura jó, hogy az így indult. Összesen szerintem nem volt 20 000 eurónk, nem? Hogyha beleszámítanék mindent, az épületet, a gépet, lapát volt, meg krumpliszedő, pörgető 800 euróba kerültek, az összesen beleszámítanék, 20-30 000 eurónál biztos, hogy nem volt több. Király, királymódok vagyunk, mekkora területek vannak. Mennyit elvertünk? Csak a csirkeval, csirkével együtt az 600 000. Csak a három vető 300 000. Csak a 2 kiló vetsz, az megint 200 000. És már ilyen 1,5 milliót biztos. A földek, úristen, a földek, hát ez volt 260 000. Meg akkor még a mellettünk lévők. 2 milliót biztos, hogy belevertünk már a gazdaságba, a földeket, a csirke ólokat, a csirkéket, meg a gépeket számoljuk. 2 millió biztos benne van, nem? Hogy ne lenne be hozzá? Hát mondom, csak a 6 csirke van, meg a 3 vető, az 1 millió. Földek utána, ugye amin a csirkék vannak, azok a földek is, ezek a földek, amik itt vannak, a kirovecek azok 100 000 volt darabja, nagy motorral. Apám. Ja, egy olyan 1,5 és 2 millió között minimum, de inkább a 2 millió, amit sikerült már elvernünk. Yeah, mehetünk, gyerekek! Ez is az üzemanyag töltő állomás kellene nekem saját, vagy nem tudom, hogy oldjam meg. Mert tényleg sokat. Jó, várjátok, nyertünk 10 tonna üzemanyagot, ennek felejtsük. Nagy üzlet. Régebben vagy örültem volna volt, amikor nem tudtam tankolni, mi? Nem volt még benzin, de sem pedig gyerekek. Busszai köldött járni, benzin a TS-be. Ugratás. Juuu, lapul ám a kerék, amikor leér. Na most már nem, lassan ott tartok majd, hogy nem lesz olyan föld, amit nem tudok megvenni. Nagyon jó. Azért az ott van. Fakitermelést is akarok, mindent akarok. Birkákat is akarok. Jú, öcsém, ezt megdobtam, ott volt a tuskó. Birkákat is akarok. Disznókat is akarok. Jaj, végre egy komplex sorozat egyébként, és egy értelme van fajta sorozat. Komplex értelme van fajta sorozat. Mi a franc, gyerekek, megdob minket minden. Na, ezt elkezdem modni el, aztán mindjárt nézzünk valami csoda kombányt. Hát lehet, hogy az autentikusság jegyébe azért valami klasszt kellene nézni, még hogyha nem is olyan marha hatékony, meg azt mondjátok, hogy jaj, hát nem hülyeséget csináltam, miért azt vetted meg, de lehet, hogy... Lehet, hogy egyébként újra nézzék, 390 000, hát figyeljetek, ilyet is fogunk tudni venni majd. Még a legdurvább, egyébként mi? Igen, ez. Na, eladtuk. Na nézzük, a Tucano 320-as. Te az 6400 liter megy bele, érted? 7500 liter.
Nézzük a lóerőket is, a 205 lóerő, 271 lóerő, 7800 liter, 8000 liter, meg a 200, meg a 200. De mi a különbség ezekben? 8000 liter, várj, nem lehet módosítani valamit? De lehet. Nyolcezer liter. Ez a max ennek, a 218-asnak. Gumi méretet lehet. Hát ez a baj, gyerekek, hogy 8000 liter, 270 ló. Az olasztó szerkezet fog dönteni. Szóval ez 14000 liter, gyerek. Ezt fel nem foghatom. 14500 liter. Mi az a... Ez a valami. Ez mi az a valami? Ez micsoda? Ez mi ez, hogy miért... Nem nagyon értem. Meg e között mi a különbség a kettő között? Ó, le, makas le. Mit maks le? Azt mondja, ezek... Vaj... Ez mi ez? Kabin nélkül? Vagy... De ez nem? Tök ugyanaz, nem? És ez tényleg én vagyok a hülye, vagy... Azt mondja, a különbség ebben. Ha ez rendezett szárszórás tud szerintem, a másik... Az meg nem. Akkor mi értelme ennek? Látod? Más, más a hátulja. Érdekes. Szankabin. Hát azért mondjuk egy kabint, az csapnánk rá. Nézzük az arató szerkezetét. Bocs, de meg kell gondolni, hogy mi van itt. Nézzük az arató szerkezeteket. Az a nagy baj, hogy a módos arató szerkezetek azok eléggé hiány vannak itt a dolgokban. Ugye itt van például ez, a C600, ez nem tudom milyen széles. Ez a baj, ez valószínű, hogy 6 méteres, ugye? Nem nagyon írja, hogy méteres, mert hogyha ez, gondolom a 4 is feles, azért 4,50. Ezt gondolom 510 mm, ez meg 600 mm. Azért az a neve. Ami nagyon kicsi. Forsritteknek van. Mi, annaknak is csak 5,5. 4,2. Ó, te fiú, allod, ezek lószarra való, komolyan mondom. Ezek iszonyat kicsik. Nem tudom, hogy ezt elbírná egy ilyen, érted? Jó, most nem biztos, hogy a 12 méteresre gondolok. De mondjuk egy hetesre, vagy nem tudom. És semmi előrelépés nem csinálunk, hogyha megvesszük azokat a kombájnokat. Érted? Ez a baj. Mert így nem, nem vagy előbbre. Ugyanakkor a teljesítmény, meg itt tudom én. És ezt is megmenném. 8000 liter. És ezért bekerül 73 ezerbe.
Vágóasztal, 6 méteres. Tök hülyeség, nem? Ez a baj. Ez egy túlzás. A Dawn volt túlzás szerintem leginkább, azt azért nem nagyon jönnek össze a dolgok, csak az a baj, nagyon nem akarom elverni a pénzt fölöslegesen. Vegyünk egy ilyet? Csak az autentikusság kedvéért? Hát 3000 liter, meg veszünk rá egy arató szerkezetet. Jó, később maximum eladjuk, jó? Csak azért, hogy legyünk autentikusak, legyen egy klasszunk, jó? Később úgyis moderneket fogunk venni, ahogy jön pénz. Sajnos ez egy elég érdekes dolog. Én nagyon sajnálom egyébként, hogy ilyen hülyén van megoldva. Ez most levetette a kicsit a pénzünket sajnos, de hát jó, van egy fene. Valamit valamiért, gyerekek, jó? Egyébként gyönyörű meg minden. Áó, nagyon bánom, hogy... De egyébként így ránézésre meg sokkal szélesebbnek tűnik, mint a Donnak az arató szerkezet. Na most kíváncsi vagyok, összemérem, hogy ez hülyén van megadva a Doné. Akkor azt... az a milyen slipünk volt, apám. Ez úgy rúgott, mint a disznőt a gombáj. Jó, hát kíváncsi leszek rá. Mondjuk, bazd, mekkora ez a bők, hallod? Mondjuk szerintem a Don is éppen, hogy itt kifért. Ugye még nem kellett vágó azt a hordókocsi, appa. Jó van, gyerekek, mindegy, megvettük. Jó drága volt, de már unom a Donokat. Unom nagyon azokat a Donokat, rettenetesen rondák meg minden. Így akkor legalább van 3 kombájnunk, később veszünk moderneket, jó? Majd később veszünk moderneket, GD-ket, meg mit tudom én. Aztán ezzel van, talán várja. Jöpám, igen, félek egy kicsit, mert túlságosan csúszik ez a gép. Remélem, hogy nem lesz bele gond. De szerintem nem. Mindjárt össze, a Donnak a vágóasztalába összemérem. Hogy rugózik az ülés? Mennyivel igényesebb egyébként, mint azok a Donok. Gyönyörű. Na nézzünk rá erre. Ezek tényleg 6 méteresek? Annyit lesznek. Ugye, azoknak a szab Donoknak 6 méteres vágóasztalja van. Beszarsz neki. Az ember azt hinné, hogy nem. Nem baj, van egy klasszunk, van 3 kombájnunk, mégis ugye gyakorlatilag 33%-kal gyorsabban tudsz aratni, ami azért nem rossz dolog, mivel ugye még egy plusz, majd egy harmaddal gyorsabban tudsz aratni. Ez jó, oké. Fejlesztünk, gyerekek. Hát ezek ugyanakkor vágóasztala van ennek a Donnak, mindennek a klassznak. Igen, az egy kicsit túlzás, túl jó volt a Don, aztán azért érzékeljük, úgyhogy a többi szar. Igen, az egy kicsit túlzás, hogy 6000 liter, meg 6 méteres vágóasztal, és rohadt olcsóbb volt. Jó, akkor mit vártunk, gyerekek? Igen, eladtunk megint. Ugye, mit vesznek egyébként itt annyira? A répát, jó, ott adjon meg a répája. Elugrunk. A csodás kirovetszáz. Jó, még van 60 ezrünk. Annyi lesz, hogy még össze kéne szedni a szalmát. Mennyi van, gyerekek? Hát még elég és sok időnk van. Összeszedjük, az valószínűleg meg se fog telleni, ugye? Gyakorlatilag meg lesz a vetés, annyi, hogy le kell egyszer majd lökni Pétisóval, és akkor az egész megy vabra.
Közben majd ugye még beérik, addig a tyúkok is tojnak. Szerintem a következő részben lehet, hát a következő részben már mindenképpen aratás lesz, mert jó, már megúszjuk a kultiválást, meg ugye mindent is majdnem megúszunk. És a következő részben akkor az egy horribilis mennyiségű pénzünk fog lenni. Az azt jelenti, hogy az aratással, meg a tojásokkal szerintem ilyen, hát, közel 600, 700, 800 ezer. Abból meg fogjuk tudni venni a mellettük lévő földet bőven, és el tudjuk kezdeni az infrastruktúráját kiépíteni a marháknak. De azt mindenképp úgy akarom, hogy tényleg legyen tök jó, mármint, hogy legyen meg minden a marháknak, akkor vesszük meg a marhákat. Értitek, hogy mire gondolok, szóval ne az legyen, hogy ott rohadnak benne a marhák, meg a, mondjuk az istáló is ott már ott lesz, de nem tudunk belerakni semmit, nem tudunk nekik adni kaját, úgyhogy először az infrastruktúrás részét kell megcsinálni kell. Bunkersiló, keverő kell beordani, szilást kell csinálni, mindent meg kell tökéletesen csinálni, és utána legyenek meg a marhák, akkor vegyük meg őket. Úgyhogy ez valahogy így lesz. A mellettünk lévő föld lesz, mindenképpen. És ha lehet, akkor vegyük meg, amikor pont... Érdekes bazaj, hogy most meg le van, ezt meg permetezve, hogy rohadjon meg, nem? Gyom nulla, de megtrágyázva nincsen. Ja. Ezt a területet, aztán utána kivágjuk fákat, és... Mindenképpen egy nagyon érdekes dolgot akarok ezzel a területtel csinálni, ezt majd meglátjátok, nem nagyon akarom lelőni a point, tényleg egy nagyon izgalmas dolog lesz. Ott meg mi van ott? Gabonakör van ott? Vagy mi van ott? Látod? Vagy az árnyék? Itt van egy ilyen fót. Roppant érdekes dolog lesz ezzel a területtel csinálva. Azon kívül, hogy állattartás lesz, egy nagyon extrém lesz. Majd meg fogjátok látni mindenképpen. Úristen, azért ez hatalmas ez a föld. Gyerekek, hova jutunk? Hova tudsz eljutni ebbe a játékba, nem? Nem is gondolnád, hogy... Ilyen célokat így elérsz, hogy ekkora hatalmas földek. Gyakorlatilag az a térkép összes földje, amilyen lehet. Szuper. Nagyon várom az új célokat, az állattartást. Ebben a részben iszonyatosan sokat haladtunk, annyira örülök neki. Jaj, gyerekek! Jó, maradt még 60 ezrünk. Most ezt miért nem mentem be itt? Mondom, onnan indulok, de hát innen is bemehetek. Egyébként tök jó, hogy nehezek ezek a gépek, mert amikor ilyen hirtelen fordulsz egy pótkocsi, olyan szépen el tudja lökni a másik gépet, ez meg tök jól működik vele. Jó, van gyerekek, közben majd búcsúzok el. Ugye... Még nem hordtam be a csirkéknek még mindig raklapot, úgyhogy ezt be kell oldanom majd, gameplayen kívül csinálom. És holnap várlak benneteket, akkor még megint dupla vagy tripla résszel, és akkor holnapi nappal szerintem meg fogjuk tudni csinálni a szobolyaratás mindenképp meg tudjuk venni a következő földet, itt már milyen gyorsan van. Gyerekek, most vettük ezt a földet, hallod? Ez az első aratás róla, azóta eltelt két rész, vagy három, konkrétan vesszük a következő földet, meg lecseréltük a az egész gépparkunkat. Jézus úristen, annyira durván gyorsulnak az események, de annyira jó, hogy mégis tényleg sikerült megélnünk azt az időszakot is, amikor még ilyen nagyon kis bénák voltunk, nagyon kis kicsi gépeink voltak. És ezért nem érdemes, nem is kell sietnünk, mert tök jó az így. Én ezt így élem, bírom. De várjátok, itt ezt el akarom paterolni. Na, fordulj el? Egyébként a fordulás nem erősség ennek a kirónak. Így, oké. Viszont olyan dinamikája van. Úgy indul el, hallod? Nagyon durva. Oké, gyerekek, ugye annyit kell csinálni, hogy akkor mehet a vetés. Következő részben, hát ez mehet három géppel, ezek három géppel gyerekek, ezt lehúzzák
viszont pikpak. Ezzel a kiróval megcsinálom majd a szélét. A többi meg mehet. Veredheti neki. Olyan dinamikája van ennek a kirovacnak, hogy ez őrület. Imádni való. Imádom. Na jó van, szerintem elbúcsúzom, aztán holnap várlak benneteket. Megint rohadt jó kis pörgős részek, és egyre pörgősebbek lesznek a részek, ugye, ahogy haladunk. Na köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!